2016. december 8-án... Ez képtelenség! Mert nem lehet elmondani egy mondatot rendesen, nyugodtan! 2016. december 8-án kezdődött el az Assassin's Creed 3 sorozatunk. Most 2017. szeptember vége felé. Köszönöm! Amúgy lónyelven mondja, hogy hanyadika van, csak nem értem. Befejezzük. Az utolsó résznél járunk. Azért tartott ilyen sokáig a sorozat, mivel teljessége totálisan béna, analfabéta és természetesen autista vagyok. De ne zavarjon ez titeket, hanem azt akartam ezzel mondani, hogy inkább eljátszok egy dalt. Nem játszok el egy dalt. Azt akartam ezzel mondani, hogy az... Na, én is folytatom már. Na, nem lehet beszélni. Azt akarom ezzel mondani, hogy ettől a sorozattól én nagyon sokat köszönhetek, hiszen olyan például White Man X-et ezzel a sorozattal ismertem meg. Ez sorozat alá írt kommentelt azt hiszem először, vagy lehet olyat, amit így felfedezni véltem életemben először, és így utána ismerkedtünk meg jobban, össze jobban, mindegy. Meg azt is akarom ezzel, hogy ilyenkor költöztem be az új szobámba, mikor elkezdtem ezt a sorozatot pont december 8-án, és akkor nem gondoltam volna, hogy tényleg ilyen sokáig tart ezt a játékot. Azt hittem télire, tudjátok, mikor kinyik az első hóvirág, hóvirág egyetlen egy rejtett pengét se fog látni. Hát látott. Mondjuk nem, már nálunk nem nyílt ki a hóvirág, mert letapostam acska, de na. De itt a vége, most már tényleg vége. Charles Lee-t még elkapjuk. Aztán megnézzük még egy 40 perces hülye Desmondos átvezető videót, és akkor itt lezáródik az Assassin's Creed 3 széria, az Assassin's Creed 3 történet momentum. Abba a kocsmában, igen, a zöld sárkány fogadóba jövünk be, ahol régen ugyebár Hétön megszállt, hát őt is már elvitt a fekete halál, ahogy mi. Ez az az asszony, aki akkor is a Hétön a seprűvel lögdöste kifelé, emlékszetek. Beszélgessünk el ezzel a tetőtől talpig szőrös úriemberrel. Micsodát? Micsodát? De Connor amúgy nem tudom, most körülbelül hány éves lehet? 83-ba vagyunk, 82-ben vagyunk. 22 éves a Connor, ha jól számolom. 26 éves, bocsánat. És így néz ki? Hát majdnem ilyen Achilles, mondom a ruha. Felveszek a ruhát, egyből már Achillesek leszünk, már egyre jobban öregszünk megfele. Lassan már bottal fogunk közlekedni. Na, Charles a kikötőben van. De amúgy mekkora izé ez a Charles, tényleg ilyen, ez ilyen lanymetak kis, ilyen herezacskó. De nem mondja, hogy I will kill you, Connor. Nem ma, nem holnap, meg foglak ölni. Aha, az közben menekül. Nem tudom, így szokta, régen így szokták az emberek egymást kinyírni. Akkor is úgy csinálták, hogy így elmenekülnek egymást, és úgy ölik meg a másikat. Aha, oké, de itt van egy láda, ahogy látom. Na, utoljára akkor még egy kis ládát bontogassunk, mint hogyha csak is erre teremtett volna meg minket a jóisten. 750 Dagobert bácsi dollárnak nem nevezhető pénznemet vettünk fel, és ki is fosztottunk itt a centrumban már összes ládát. Hát nem volt egy nagy fosztogatás, nem is mondanánk azt, hogy hát ez egy Indiana Jones és az Elvis egy Fridlát a fosztogatói volt. Ez a jelenet sor. Itt egy assassin. Vagy kettő assassinom is itt van. Ott egy másik assassin is. Jó, nem érdekel? Egyáltalán nem érdekel, mert így sosem lesz vége ennek utolsó résznek. És én már vége szeretnék ennek az egésznek vetni. Vége. Na, bogárka, tehénke, irány a kikötőbe. Utolsó küldetés, a nagy ködbe, gyerekek. Lassan olyan nagy a köd, akár egy héliummal megtöltött vizes lufi. De haladunk. Shit, mindenkit elgázolok, engem nem érdekel. Most már. Tesze, menjen, mocskos francia. Amerikába. Na. Jól fele megyünk amúgy? Lófele? Jó fele megyünk? Biztos, hoppá, ez igen. Nem kell már az a marker. Hova akar menni a játék a markerével együtt? Mit néz, nem láthatok még lovat? Mi az éven pettyes? Az itt ez a pettyes túrorodi? Vagy mi van, hogy itt már kukucskáltak össze-vissza? Igen, oda, ahhoz a kikötőhöz megyünk, ahol Hétöm leszállt a hajóval annó,
1754-ben, igen, pontosan ahhoz a kikötőhöz megyünk, ott fogjuk elintézni Charles-t, ahol az egész kezdődött, úgy is lehetne mondani, ahol egyből, ahogy letette a lábát Amerikába, Amerika partjára, héjtöm, ott fogjuk elintézni Charles-t, ahol annyit beszélt, igaz, uram, igen, megyünk William Johnsonhoz, uram, oké, rendben, uram, jól van, uram, egészséges, uram, jó, bírja a lába, uram, nagyon sokat beszélt, szóval, na, akkor nézzük, hogy fog kivégeztetni Chasni. Na. Igen, sasszemet. Úgy aktiváljuk, gyerekek. Aktiválom, mint a Gatornek a kulcsát, a kódját, régen, annó. És akkor Chasni ma ott is ott beszélget nagyba. Na, látom én. Aha, oké. Jó, el van attól függetlenül, hogy mindjárt meg fog halni. Halló, lőjek egyet? Innen el lehet találni amúgy? Azt az asszony meg lehet ölni. Erre kíváncsi vagyok, mondjuk. Akkor öljünk már meg, öljük meg őt, nem? Kíváncsiak erre, Charles felfigyele. Nem eladó! Menj onnan, a haltól! Nem eladó! Nem eladó. Hát eléggé futkároznak az emberek, még Charles-li ember is elmenekül, már nem is beszél senki se vele, de amely fel is lökik. Semmi baj, jaj, káromkodik ott oh! Ott van neki megy a halas izének is, a halas láda, mondjuk, és jó, hát intézzük már elfele! Mondom, nem beszélgetsz, mert elment mindenki a közeledbe, olyan büdös, hogy ez igen, így szokta amúgy a nagy gyilkos, egyből menekül. Oké, Charles. Persze, ne lök meg senki, meg maradj a közelébe. Persze már, oké, hát akkor nekünk kell egy pisztoly, így van. És ne kérdezzétek kérlek, hogy honnan van két pisztoly, meg honnan van annyi lőszer, mert megmondtam, leírtam, hogy honnan van. Ezt nem így gondoltam. Hát persze maradjál meg, kilögött meg. Szent Johanna Gimi egyik főszereplője? Kilögött meg most éppen. Hát ez nem érvényes. Mit csinálsz már, Lucifer? Hát ez így nem volt jó. Na ne pattogjál már, mi vagy te, izéje? Medici labda. Hát nem így gondoltam ezt egész merényletet. Nem lehet ezt lelőni valahogy? Hú, de sok bolond van ez a környéken. Baszki! Jó, oké, de ne vibráljál már, hát a végén még te epilepsziát kapok, hát... Baszki, hát így nem lehet játszani. Oké, egyet már megtöltöttünk, takka... De nem tudom utolérni! Már elnézést, ha ordítok! De ez mekkora köcsökség, ne ér hozzá senki, ez már minden. Persze már! Tökömet bele! Persze! Ne égesd meg magad! Ne így áll meg naponta 3 liter folyadékot, mert mindjárt lassan olyan opcionális feladatot kapunk. Charles! Éj, el vagy fáradva, mi vagy te? Te hú, Jackman vagy, aki éppen most halt meg. Playboy! Hát nem éppen most halt meg, hanem mostában. Éppen most halt meg. Arra, Connor! Connor! Hú, ez az Achilles ruha, ez nekünk izét csak bal jóslatot, csak rossz dolgot hozott az életünkbe az Achilles ruha. El fog menekülni, hát én nem hiszem! El, hogy nem lehet rendesen mozogni. Menjünk közelebb! Hát így nem lehet menni közelebb. Elvesztette a célt! Azt vesztettem már el! God damn it, megint fel fogják robbanni ezt a szaros fordót. Jaj! Mi volt ez? Ki se lehet kerülni a robbanást? Na Ubisoft? Na aztán neked... Ne lőj le senkit! Milyen ne lőj le senkit? De bazd meg! Jó, oké, most már nem fogok ordítani meg semmi, hát ez így... Tartalmilag üres a videód. Nem, most már nem fogunk ordítozni. Hát vannak nekem barátaim is, nem? Assassin barátaim, de mire ezek idejelnek? Na, izéke, morzsolka, támadj meg, támadj! Így van, és akkor lát... Ó! De jó, Stefan! Jó, nem érdekel újból. Stefan is már akkor lögdösi azt a szerencsétlen, daganatos ember, mikor már nem kéne!
Közben ez a hősi zene a háttérbe, a nagy hősök lennénk. Azok vagyunk. Pont így csinálják a hősök. De milyen izé ez már? Kis arccirógatás az Ubisoft részéről. Újra... Hát bazd mee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 
van. De nem! Igen, újból van checkpoint, Chassis megint menekült. Nem baj, attól az assassinjai nem töltőnek fel újból, hanem most éppen pihennek. Azért pihennek, ami még sem történt, mivel most checkpoint volt, nem? Akkor most visszamentünk egy kicsit az időbe, akkor nem hívtam assassinokat, akkor most mi az, hogy pihennek? Na végre. De mit figyelmeztetsz, hogy menjek közelebb a célponthoz, mikor nem tudok közelebb menni, hiába futkározok úgy, mint hogy valami mérgezett érte. Üres ők. Pelenkát viselő szar! Na talán most sikerült. Oké. Hú, baszki. Mit csináltak ezek a hajóval? Amúgy ez a hajó már akkor is itt áll, mikor Haytonnal idejöttünk 1754-be. Hát mi történt itt? Milyen? Csődöt mondod a Fidesz, hogy mi? Na mindegy, hát egyáltalán nem érdekel most. Oké, na talán most nem fogunk szerencsétlenkedni, és minden sikerül. A végén még autogramot kérhetek follow Annától. Is. Oké. Oda, azt pont nekünk, azt a lyukat pont nekünk fedezték fel. Jobban örültem annak a lyuknak, mint bármelyik női lyuknak. Oké. Ti. Ú, de nem is tudom, hogy végezzük ki császni, de én... Nem, én nem is tudom, hogy hogy kéne kivégeztetni. Annyi minden boot és... Connor! Hát mit csinál most is? Nézd már meg! Hú, nézd meg az anyát és vedd el az apját. Hú, opé. Jó. Még gurulunk, meddig gurultunk ott? Mi vagyunk mi megint? Ez ilyen. Azt hiszik, hogy most mozdul, nem? Mufasa oroszlán királyból a hegyről. Ne már! Most miért mi szívtuk meg? You end one plot, we forge another. Ne, Achilles ruhája, az nem érdekel, hogy ez a gyomrom... ...ezébb... ...meg fog... ...halni. De a gyomrom, vagy a ruha. Ez annyira hülye, mint apám héten volt, de tényleg. Az is a dumált. Azt nem gondolt, hogy rejtett penke van nálam. Meg egy kovás pisztoly! Hú, de hia vagy csász. De nekünk kettő pisztolyunk van. Ubisoft. Nem érdekli Ubisoftot. Elmenekült Charles. És a köpködjünk már egy új izé történt. Hát nem köpködünk. Szerintem most mi éppen azon vagyunk, hogy hogyan fogunk köszönni Jézus Krisztusnak fent a mennybe. Az első találkozásunk miatt. Nem. Ez az. Csak feléledünk. Oké, hát én nem tudom, hogy intézzük el Charles-t. Igazából egy évvel ezelőtt már kaptunk egy ilyen súlyos ágyú találatot, alig tudtunk mozogni, most már még annál inkább nem tudunk mozogni, de a ruha az regenerálódott, az minőségi nem iszálkos szabó csinálta. Oké, de csak azért úgysem, mint a kockák többsége, mikor ugyebár 3 nap után kimegy a sötét szobából és bántsa a retináját a vakító napsütés. Gec. Akarom mondani, sitz. Auschwitz. Hú. Hát futni nem tudunk, hiába. Azt hiszitek, hogy nem akarok futni, hogy húzom az időt, akkor... Ne nézzétek a videót. Nem. Azt hiszi, be vagyunk rúgva. Jó, nem tudom, hon vagyunk. Jaj, hon van a házom? A Károly folyón ment. Charles. Az Károly magyarul, nem? Azt hiszem, igen. Na. Nagy küldetés. Hát ezért én biztos nem tenném az a sikeres küldetés. Hát nem öltük meg Charles Lee-t. Mindegy, Ubisoft tudja, én csak hallgatok. Turbo Titan fokozat. Hát ilyen olyan, most a csokja, mint a úszó sapka lenne.
Ezzel szerintem bármelyik úszodába szívesen fogadnak. És akkor csináljunk szerintem Assassin mellékkörzéseket. Most úgyis olyan jó paszban vagyunk. Hát egészségesebbek vagyunk, mint az a rühes kutya. Itten a háttérben. Igen, határvidék megbízásokat csinálunk. Megsimogassuk, és akkor tőle a jótékony energiát fogjuk kapni. Egyből jobbak vagyunk. Ez az, lábamba még vágja bele a gerebjét. Jó van, nem, ez már úgyis hallokrom. Köszönöm szépen. Ez az az, hogy meg van húzatva. Bolond csóra. Gerebjéz ott a földet. Ez nem okos. Talán ott akar epret ültetni néném. Na mindegy. Na, csász ebbe a kocsmába van. Most már intézzük elfele. Nem tudom, legszívesebb felgyújtanám az egész kocsmát. A lovakat meg eladnám mindegyiket egy fél Benjamin Franklinért. Oké. Okay. De lassan megyünk. Milyen jó lett volna, hogy egész játékot így vittik volna végig. Mennyi varázs lenne a szívembe. Így, úgy, mindjárt elesünk. Letaknyoljuk az ajtót. És akkor nézzük az utolsó pillanatokat, az utolsó momentumokat Chastly életéből. Hát igen, ő is halloklik, azért egy golyó eléggé meg tudja határozni a férfi ember sorsát. Baszki. És nem rejtett pengével öljük meg, hanem egy sima késsel. Biztosíthatta a kocsmába Katalin a kést. Na Charles, csak utolért a végzet, mi? Á, Charles már tudja, hogy meg fog halni. Á, már tudja, nem tud menekülni már, beszélni se tud. Hát egy utolsó még ráiszik, jó van. Az utolsó korty. Te is szól? Assassin. És az Assassin azt mondja, hogy ahogy ne innék. Persze már. Nagyobban bírjuk a italt szerintem, mint Charles. Pedig ő már azért eléggé, mert fiatal korában, 10 éves korában úgy itt a cefrét, mint más a vizet. De ezek nagyon fontos jelenetsorok. Ölj meg, mondja magába. Ott van 7 medálja. Hát egy kicsit ilyen keresztapás jelenet razzia volt az egész. Búcsúzunk el Charles Lee-től. Mondtam kiskorom, hogy megtalállak! Mondtam! Mit kellett folytogatnod? Ez az? Na, ez sem megy már el a lánya szalag avatójára. Kanandi Zsékon, fél évvel később. Újúj. Hát gondolom addig híleltük magunkat, lavorba áztattuk a sebesült lábunkat, vagy hasunk sebesült, mert de mindegy. Na, itt vagyunk újra, de hol vannak a többiek? Elköltöztek? Na mi van? Talán Balaton mellett már olcsóbb a lakás ára. Azt itt, a ládát itt hagyták a üveggömbbel, vagy mivel. Ó, ilyen hógömb ez amúgy. Karácsonyra jó lett volna egyik kis indián jánykának. És akkor megint ezzel a jó tündér keresztanyával kell beszélgetnünk. De szeretem ezeket a jeleneteket. Hát biztos mondjuk, hogy elvégeztük a dolgot, amit meg kell csinálnunk. Na, Amerikában a templomosok egyelőre már tuti nem fognak fölénybe keveredni egyelőre. Igen, a nép, azok már nincsenek itt. Valamit valamiért. Hú. Hogyha nem tudnám, hogy ez a nő már megvan halva, kinyílem egyből. Ezt? El kell rejtened. Ugye mi ezt keressük, mármint Desmond. És akkor most kiderül végre, amiért már vagy 20 óra osztálya a Animusba. Vagy Animusba töltsük. Tettük a repett picsánkat, hogy most végre megtaláljuk ezt a dolgot, ezért ültünk benne az Animusba. Animusba, na. Megmentette ezt a helyet. Soha nem mossa Domestosszal a kezet.
It is not enough. It will never be enough. You strive for that which does not exist. És a Desmondos részeket, már az olyan, egy olyan 20-30 perces beszélgetés lesz ez a nővel, azt kivágom. Nem tudom, hogy van egy olyan ember a Földön, akit érdekel-e az a jelenet, mert szerintem nincs. A macskám is hamarabb bekapna a cián kapszulát, mint hogy végignézze azokat a jelenet sorokat. Mit rejtsek most már el? Jó, hogy a medált, még mindig a medál kell erre. Jól van, na tényleg, hát egész azért voltunk hétömmel is, hogy a medál miatt, na mindegy, jó van, hiába vagyok már. Na, akkor hogy a futás, gyerünk, jaj, lekésem az iskolabusz, sofőr! Újra otthon, most már otthon, hát igen, igen. Még mondom, megint ilyen nagyon magányos, ilyen elhagyatott az egész ház Achilles nélkül. Achilles nélkül már nem olyan a egész játék, mint Achilles-szel volt. De amúgy tomahawkos hajunknak kell lenni, nem olyan vitószkelettás hajnak. Mi ez? Ó, akkor én már gondolom, hogy hova fogjuk elásni azt a medált. Igen. Achilles. Nem Achilles sírjához. Achilles fia sírjához? Aha, igen. A kis Connor. 7 évet élt. Abból 3 évet aludt. De annyira jó a főcím dala ennek a játéknak. Tűrűrű, mindjárt elharmonikázom. Alig tudunk ás. Nem, hogy egyik izének szólnánk. Falusinak. Nem? Mikor a Big Name, Buzzy Dave-nek vagy kinek. Ás már fel! 500 forinti. Ő tudja? Na, most már tudjuk, hol van a medál. Jöhetünk ide. Kíváncsi vagyok, hogy itt a 21. században a Devonport anya, ez egy falu lett, vagy mi? Lehet egy ilyen üres pusztaság, tudjátok? A farkasréti temető most a Devonport anya, a Connor falva. Jó, ha így belefelem, mit akarsz még? Mécses nagy újcsuk? Hát remélem azért kisgyereknek a csontvázát nem ástuk ki. The Sum of the Truth. És 10. szekvencia. Teljesítő, igen. 30 ilyen Uplay pontot is kaptam. Anya, gyerünk mopedre fel, menjünk a boldog. Tiri-di. Aj, ez a játék. Hú, libabőrös lettem, de tényleg. Na! Megjött Mizi, jó stika. Then let's go. Akkor gyerünk! Na, hogy mondja már a fám, akkor gyerünk! Achilles, yeah, the old man on the hill. Hát ez nem egy falu, ez nem egy város, hanem ez egy elhagyatott erdős rész. Hát akkor a Connor falva az, hát az... Azt hittem, hogy a város lesz, tudjátok. Nem. A ház sincs már meg. A Achilles háza. Hát abban nem sok mindent mutogatnak a helyből. Ennyi volt, ennyit mutogattatok? Ó, hát azért már nem volt érdemes felkelnem reggel. Lassan a teste! Jaj, de nem már! Ó, ne keressük már meg. Addig mit csináljak, hallod, amíg itt én keresgél? Hallod, hogyha még tudnék főzni, akkor csinálnak valami kaját meg, hogyha lenne még kajára pénz, de hát így most mit csináljak addig? Jó, akkor vágás, és akkor a végső jelenettel jövök. Nem voltam úgy, ez fél óra, körülbelül 20 perc szenvedés volt az egész. De elvileg most már ezt a nagy kaput, ezt a kínai nagyfalnak nevezhető kis micsodát ki lehet nyitni. Mindjárt megnézzük. És akkor végre valahára Desmond Miles meg fogja menteni a világot a 2012-es világ végétől. Mert Desmond előveszi a láthatóan rejtett pengéjét. És Sean-nal beszélget, minthogy kinyitnánk ezt a redvás kaput, akkor lehet, hogy ide kellett volna mennünk. A francba már. Nem baj, így beszélgetünk, hogy közben a háttérbe bemutassuk az ökölbetett kezünket. Én megnyomom mindjárt bármilyen gombot. Gyerekek, most mi van? Nem ide kellett volna menni a kapu? Az ott mutatta. Nehogy már még itt a szenvedjünk, beszélgessünk egy szellemmel. Amúgy beszélgetünk kicsit Lucy-ról is, ja, ide kellett jönni, oké. Okay. Beszélgetni kellett egy kicsit Lucy-ról is, hogy mi öltünk meg, aztán mondjuk nem az alma ölte meg ilyesmi, ugye, mert ő Brotherhood-ba halt meg a szőke csajszi.
majd ővel is meg fogunk ismerkedni. Csak hát igen, úgy szokták amúgy játszani az Assassin's Creed-eket, hogy nem az első részt, hanem itt a három, utána játszunk a kettővel, utána a négyen, így össze-vissza, persze. És akkor most állattemető könyv letéve a könyves polcra. Most már figyeljünk, koncentráljunk a feladatunkra. Ki kell nyitnunk nekünk ezt a kaput, most már sikerülni fog. És végre valahára végigvisszük az Assassin's Creed 3-at. A medál, ami hétöm nyakán, a császlin nyakán lógott. Talán még az egyik mezei NPC nyakán is lógott néha-néha egy örömteli kufirc közben. Megvakulunk, mert azt is kell valakinek. Kinyílik, hú, már tényleg én is kezdek vakulni. Én nem tudom, hogy megyünk a városnapra. Ajaj. És akkor? Vajon mi vár ránk? Vajon mi vár oda bent minket, ami miatt megmentjük a 2012-es világvége előtti emberi civilizáció magjainak, magvainak sorsát. Gyertek, tartsátok az iramot, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Na mi van, nem tudjátok tartani az iramot? Nem mertek ide jönni, csak én jövök ide. Jöjj még, még egyetlen perc. Na, ők is ide jöttek. Ó, az olyan, mint hogy egy ilyen víztározó lenne. Itt vagy. Végre. Na, megint itt van az a nő. Jó, hát akkor mi beszélgessünk vele addig. Nem tudom. Megyek, megnézem, mennyi gesztény hullott már le a fáról. Ha megérintsük, akkor megmentsük a világot. Aha. Várj! Ez meg ki? Ne érj az emelvényhez. Minerva? Jaj, női civakodások, ajaj. Na itten hamarosan letörik a műköröm. Én nem tudom, apa. Én nekem fogalmam sincs. Én nem tudom. Kiengedni. Nem, hogy így dönthetnénk. Csak az, hogy nem döntünk. Biztos megérintjük és megmenekül a föld. De most is világvége volt amúgy, nem? Pár héttel ezelőtt. Akkor kiventett meg minket. Hm? Chloe Parker a Life is Strange-ból. Igazából ez a modernkoros részek majd a továbbiakban derül ki, még igazából nem kellenek, nem kellenek. Remélem Origins-ben nem lesz. A további részeben meg egyáltalán nem nagyon tudtam megoldani ezeket a modern koros részeket. Jó, hát voltak benne ilyen újítani való dolgokra való törekvés. De most tényleg kell ez nekünk? Itt beszélget ilyen két nő. Fogad nem mostan már majd 300 éve. Kell ez nekünk? Nem. Ja, most tudom, ez nagy dolog, mert megmenekült a világ 2012-ben elvileg. De felőlem, akár meg is hallhattunk volna akkor, csak ne kelljen elviselni a kettő nőszemélynek a beszélgetését. Én már Negróval se bírom. De mi megmenekülünk, hogyha nem érintsük meg a gömböt, akkor is? Felőlem, felőlem akkor. Én lefekszek a Rebekával, aztán újra, újra benépesítem a földet. Na nézzük akkor. Akkor meghal a világ. Gaeton Orb még el se tudja kezdeni a YouTube karrierjét. Így van. Mindenki beszélget a telefonjával. Hú, vulkánok törnek elő, még a bácsolók tájékáról is. Hú, de mi megmenekülünk. Ez az, apánk két év múlva meghal izében, szívinfarktusba. Így van. Nagyon szépen nézünk ebből a Artwork szemszögéből. Jaj, új világ, jönnek a dinoszauruszok. Szimbólumú a vász, mi leszünk? A Richtertől. Hú, egy vezetők leszünk. A tudási, az elszánási. Mert öregek vagyunk. Hú, Sean bekapott egy darás hullánk csípést, meghalt. Nem, ott vannak még. Új emberek, hú, mint hogy ilyen ízét, tényleg konorfalvánk lennénk megint. Ez az, mulandó, eltávozunk a világból, nem marad utánad más, csak emlék meg bűz! A hulla bűze. Kezdetben hősként emlegetnek.
aztán legendává, idővel pedig szentségé magasztulsz. Olyan leszel, mint Elvis Presley. Hú. Need these words, az könyvégetés lesz. Jaj, Hitler újra életre kell. Hú. Mekkora tűz? A félszaló nem fázna annak a tűz ölében. Hát ez nem nagyon jó, hogy a druidások lesznek, meg ilyesmi. Na. De mondjátok azt, hogyha megérint a gömböt, akkor mi lesz? Hát ezek mennyit beszélnek komolyan. A nők nem tudom hányszor többet beszélnek egy nap, mint a férfiak. Na jó, van, akkor én olvasok, majd jövök. Szóljatok, hogyha vége. Louis, mielőtt álomba merült volna félkönnyékre, támaszkodó kinézett az ablakon. George, Churchill Winston. Zsúfolt két hét köszöntött a családra. Gage új környezetével ismerkedve, buzgón gyűjtötte az ezzel járó púpokat és kék foltokat. Lapozzunk. Nyálazás? Lapozzunk. If you free her, you'll be destroyed. It will happen in an instant. Ki kéne heréltetni azt a macskát, Louis? A miskárolt macska kevesebbet kóborol. You need to go, all of you. Now, get as far away from here as you can. Úgy látszik dráma. Most tényleg? Most micsoda? Hogyha hozzáérünk, akkor meg fogunk halni. Desmond Miles feláldozza magát az emberiségért. Hát azért akkor ökröt is rit kell látni. Akarom mondani. És tényleg meg fog halni Desmond? Így lesz vége Desmond Milesnak? Soha többé nem szerepel az Assassin's Creed-ekbe? Desmond? Hozzáérsz, azt tudod? Olyan, mint a izzó kályha, rosszabb. Desmond! Bazd meg. A szén égett a keze. Azt a kurva. De csak egyik keze. És meghalt. Hú, gyerekek. A paprikás krumpli felröttyönne most a szervezetébe Desmondnak. Olyan forró. És akkor igen. Az emberiség túlélte a 2012-es december 21-i világvégét. Köszönjük Ubisoft, hogy megmentettél minket a világvégétől. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok az Assassin's Creed 3 végigjátszásom folyamás során több mint majdnem egy évig vittük végig ezt a legendás játékot, mert szerintem egy legendás játék volt ez a maga idejében, és még most is, hiszen szeretett és akart is újítani az Ezio-s vonal után, és tudott is újítani, nem is csak akart, tudott is, hiszen egy új korszakba tett minket, egy új kontinensre, Amerikába, és szerintem az eddigi, hát az egyik legjobb story központú, story-s Assassin's Creed játék. Nekem az összes, majdnem összes karakter, de a fő karakterek nagyon-nagyon hát mélyen bele nyilaltak a testembe, még mindig emlékszek a nevükre, és ez nagy valami, és tényleg én 2012-ben én nagyon sokáig én a rabja voltam ennek a játéknak. Ez volt az a rész, ami megszerettette velem az Assassin's Creed-et, addig én nem szerettem, mert ugye rézi középkor, Róma, meg minden. Elég a történelem, nem könyvet lapozgatni, mit kell ilyen történelmes játékkal játszani. Hiába voltam. És ez a játék nekem megszerette velem az egész Assassin's Creed-et. Utána már végigvittem az Ezio-s vonalat is, utána jöhetett a Black Flag. Jó, ott véget is ért a rúggal, mert utána Unity-val már nem tudtam játszani. De egyébként azt kell mondanom, hogy ugye bár eléggé, hogy is mondjam, ez a játék kapott hideget és meleget is, hiszen mondták sokan, hogy
nem valami jó jár, nem valami jó sikerült ez a, ez a rész a sorozatnak. De én nem értem őket, nem értem, hogy miért nem. Mert én még mindig azon vagyok, most vittem ki olyan 11-ére, 15-ére, és még mindig azon vagyok, hogy ez a játék, ez a rész, ez eddig legjobb. Hiába mondjátok a Black Flag így, Black Flag úgy, mert a bahamai szigetek, a Nassau, a kalózkodás, így egész hangulat, az jobb. De a sztori szempontjából közelébe se ér a Assassin's Creed 3-nak a AC-né szerintem. Gondoljátok el ezt a sztorit, hogy milyen nagy adalékokat beletettek ebbe a AC3 sztoriába. Hogy milyen jó küldetések voltak, hogy el tudták adni magukat a karakterek. Hétöm, meg mondjátok Connor egy eléggé unalmas karakter. Egyáltalán unalmas. Elég ilyen forrófejű makacs, egy ilyen csak a maga feje után megy, de egyébként neki is megvoltak az elfej. Nagyon sok mindent csinált ahhoz, hogy tényleg, hogy Amerikában ne legyenek templomok, ne azt, hogy ne legyenek, hanem hogy Amerika független legyen. És mit akartam még ezzel mondani? A franc már ebbe a beszédbe. Ezzel azt akartam mondani, hogy és ugye a AC3-tól kezdett ez a hajós rész beleimplantátorni a... Hú, ez a beszéd most nem megy. A sorozatba. Meg még így nem is tud, nagyon sokat el lehetne erről a játékról beszélni. Egyik kedvenc részem. Jobban szeretem mondjuk a Ezio-s trilógiát. Mondjuk ott is a Brotherhood-dal egyszer-kétszer játszottam, és a Brotherhood az olyan magasságokba vitt akkor azt a AC réteget, hogy szerintem lehet, hogy még azt a, még mostanáig se tudták megugrani azt a Brotherhood részt, de majd igen, majd lesz végigjátszás, de még annyit el akarok mondani, hogy körülbelül olyan megosztó az Unity a AC részek közül, mint a AC3, mert ott is nagyon, ugyebár ott a kezdetlegben nagyon sok bug volt, nagyon arc nélkül emberek, nyelves emberek, minden. Ott azért volt a gondom, meg a történetben is, meg ilyesmi. De most, hogy így nézegettem, így nagyon ez a Párizs, így nagyon a régi római hangulatot, a velencei, a firenzei hangulatot át tudja hozni, és kb. Én úgy vagyok az a játék, mint a hárommal, nem az, hogy annyira tetszik, hanem körülbelül megosztó rész, de mégis nekem az is nagyon jól szuperált. Meg az, hogy a tél, beharták a tejet, meg az izét, a hipót, a telet behozták ebbe a játékba. Az, hogy két karakterrel kellett menni, hogy templomossal is a játék történelem, a AC történelemben lehetett először menni. Egyszerűen meg a történet, ez a sorozat, ennek a része egyszerűen, jó, nem tudok beszélni, jó? Még majd jövök. Én nem tudom, hogyan írták ezt a játékot. Na már Orsolya, Klaus, Adrián Kovács, András, Gáspár, Norbert Horváth is segített abba, hogy magyarul élvezhessük ezt a harmadik részt, de még akkor is, még kb. 20 perc vagy a stáblista. Nem tudom, lassan már azt várom tényleg, hogy az egész azért még a őseim nevét is közzé tegyék a stáblistába, de én még várok. Újabb 10 perc telt el, kérem. Az inger küszöböm töretlen. Töretlen, mint nagymamámnak a kínai vázája. Frederiké Bullott nevét olvassan, az jutott eszembe, hogy meg kéne enni egy jó kis almás pitit. Azt hiszem vége. De hogyha gondoljátok, akkor no good, no good deed goes unpunished. Gondoljátok, hogy újra megnézhessük valahogy. Jó, oké. Hétöm apánk képét is ledobtuk. 1783, még mindig sebesülten lófrálunk itt a pincében. A képeket elvisszük, eladjuk. Jó lesz majd kifestőnek, vagy ilyen ráköpni a gyerekeknek. A ruhák, és ez a jó kis zene, ez az indiános zene, ezzel búcsúzik Connor Kenway.
majdnem, majdnem, majdnem jó volt. Bárcsak itt lenne még Achilles, mondaná, hogy... Na hogy? Kivágd a szikrát a szőnyegre, Connor! De miért ebben a ruhában vagyunk, mikor még Achilles ruhájába kéne lennünk? És ez mi? Ez mi? Ugye nem? Ugye nem? De! A fejsze! Végre! Amikor a háború véget ér, akkor ez a fejsze ki lesz húzva az oszlopból. Véget ért a háború? Véget ért a háború. Annó ez a fejsze még a Kanandogó fejszéje volt. Őtőle vettük el, és bele döftük az oszlopba 1773-ba, mikor William Johnson meg akarta venni az indiánok földjét. És most 10 évvel rá, 10 év kerek esztendővel kidobtuk, el is tűnt, elvitte a japán kakas a fejszét. Kaptunk egy új MP jutalmat, meg sok-sok egyéb jóságot. Hol van a kutya? A kutya még tovább ért, mint Achilles. Na, még nincs vége, mert azt hiszem, hogy körülbelül, igen, még van itten küldetés, de ez csak ilyen átvezető videók sokasága. Megtudjuk, hogy tényleg szabad lett Amerika, meg még csupa jó dolgok fognak velünk történni, de... Egyelő vágás, és majd, hogyha hazaértem, akkor folytassuk, de megnézzük, hogy akkor tényleg vannak-e itten új dolgok. Na ez már nem is kell zárva hagyni. Ruhát nem kaptunk, csak valami mementóról szól itt a fuvallatnak gyönge fingja. Oké, akkor vágás. Folytassuk, Connor, még nem búcsúzunk el! Ugye nem búcsúzok el? Ó, ugye ott leszel velem? Ugye nem búcsúzol el? Fogom majd a... tőgyös tejem. Oh, hell. Nicely hacked, but hacked. The worm found 3 pivots before failing, so we've got those. You need to locate the remaining pivots on your own from inside. The 3 we've got will triangulate the rest. Az mi? A sweet bit of hacking on my part, if I dare say. Elindítani véltem volna a játékot. Aztán berakja nekem ezt, tehát, hogy van 12 kódtöredék. Ez mi? Pá, kis aranyom pá, nem átsingózok már, kis aranyom pá. De ez mi? Ez volt az... Én nem tudom, mondtam már, hogy 15-ször, hogy már hányszor végigvittem azt a játékot, de... Ez eddig egyszer sem volt még benne, hogy nekem így dumált volna egy ilyen férfi hang. Vagy most itt a betöltőképernyőbe gyűjtsem össze, hogy mi? Jézusom, Animus Szinkron. De magától megy az egész. Kész művészet az én oldalamról. Jó, bocsi, de egyáltalán nem is Bostonban voltunk, hanem a Connor falván. Nem is ide akartam jönni. Jó, bedobjuk a harmadikat. Hallod? Be fogjuk dobni a harmadikat, de nem lehet kilépni. Úgy bedobom a harmadikat, mint éjes malacokhoz a csemeg kukorica csutkát. Csak hagyd lépjek már ki, jó? Köszönöm szépen. Nem akarom. Jó, oda elhelyeztem, nem akarok játszani. Jó, oké? Köszönöm. Most játszani akarok, csak nem ezzel. Ez valami... Nem tudom. Nem multiplayer ez cucc, az biztos. Nincs is küldetés. Minek ide tettek mivel minket? Ugye még 2 ilyen átvezető videós féleség lesz, és végigvittük a fősztorit, az egyik a Frontierben, a másik a New Yorkban, de aztán beraknak itt nekünk Bostonhoz. Dumál nekem egy férfi hang. Éjszaka erre ébredtem volna fel, még azt hinném, hogy valami meleg striptease klubba érkeztem, az ott kelek fele egyik ilyen puha gumimarcacon. Isten, hogy egy kicsit meg is ijedtem. Ki is vált a víz, halljátok? Több víz van bennem, mint most éppen a szajnába. Hú. Na. Gyere ide, Rudolf! Vagy már nem is tudom, neked is már annyi neved volt. És nézzetek, milyen messzire kell menni. Hát igen, az a régi indián faluhoz, ahol még ott a fast travel. Hát muszi használni. Nagyon muszi. Bocsi, hogy ilyen folyamathoz kell nekem nyúlnom. És akkor nézzük meg az utolsó őslakos, aki az már nem is őslakos. Ez a új, lehet ez a új lakos. Aztán ki tudja, lehet ennek lesz majd valami
fia, mert biztos lesz, aztán ő lesz majd a következő elnök. Hogy mit tudja, ükük? Igen, a ükük unokája. Milyen ükük unokája? De biztos nem tudom, mit beszélek. Na. Na nézzük, erre kíváncsi vagyok. Hát igen, itt nőttünk fel. Úgy is lenne mondani. Tűzből? Vagy miből? Tujából? Az a fa, az honnan van, ugye nem a... a indián lakosaim, barátaimnak a házából, hm? Nyugatra mentek, már régen. Hát, eléggé megszított testvérem, mert szakad az eső. Tüzed, el fog aludni, ha már ki nem aludt eddig. What? What? Szóval nyugatra mentek az indiánok. Hát igen, volt egyszer egy van nyugat. Hát nem így volt a dal, de mindegy. Hogy engedhették ezt? Hát igen, most már nincsenek itt az angolok, minden magunknak kell csinálni. Üdvözöllek Amerikában, Connor! Üdvözöllek Amerikában! És... földet árulni könnyű, ó. Hát de végül is ez a része, ez a koncepció nem sikerült Connornak, hogy a indián lakosokat itt tartsa, hogy megmaradjon a földje. Ezt elcseszte, úgy is lehetne mondani. De Charles Lee meghalt. Hát, oké. Ez egy kicsit sajnálatos, tényleg. Na, ide sejjünk többet. Ide sejjünk már gesztenyét enni, sült gesztenyét. Csirkefarháttal megspékelve. Köszönöm szépen a utasítását, a tanácsát. Thank you. Köszönöm. Olyan lenne a vérmérséklet a Connornak, fejszem a nyakában lenne a csávon, de... stay safe. Oké. Na, ő a új tulajdonos, a végén még megkergett minket egy izével. Kettő kis ilyen vérbeli Yorkshire Terrierrel. Jó, ő meg volt, akkor megyünk ide. Kikötő, felügyelő. Azok a régi, ó, Csiszárjenő. Hol van a reggel? Igen, interakció. Ja, nem ide akartam, de mindegy. Hát, ezeket még nem tudjuk megvenni. Egyébként gondolok arra, kimaxolom a AC3-ot 100%-ra. 70%-nál járok. Hát vidin kívül már, mert ez utolsó rész, ezek ma utolsó percek. De így amúgy ki, szerintem azt úgy, hogy csináltam, aztán tudom, hogy jutalmat nem kapok meg ilyesmi, csak kíváncsi vagyok, hogy tényleg, hogy így mi változik, hogy így a játékban biztos kapok jutalmat, hogyha már Uplay shopon belül nem is. Ide kell mennünk nekünk, ide kéne. Így van. Na, gazsikám, tényleg a lovaknak is már mennyi nevet adtam a végigjátszásod, mert csomó nevük volt, még volt, emlékszem, még lehetett szavazni is, hogy mi legyen a ló neve, a lovak neve. Egyik volt már, hú, nagyon-nagyon sok ló nevet adtatok. Stop for you. Igen, és már nincsenek angolok. Már sehol sincsenek. Ezek már patrióták, ezek már amerikaiak. Igen, végre, valahár 1783-ban kitakarodtak az angolok a vörös kutyák Amerikából, és most már tényleg független lett Amerika. Mondjuk már 1776 július 4-től független. De igazából most történt meg az a csoda, amire már annyira vártunk, gatyába csináltunk, aztán dudvát pásztáztunk. Ho! Köszönöm még egyszer, csak annyit tudom mondani, hogy aki tényleg velem volt, megnézte folyamatosan a végigjátszás, azt írja a kommentben, hogy ki, tényleg, hogy nem az, hogy végig, hanem hogy mindegyik belenézett legalább, vagy valami, hogy így nyomon követte a történetet. Gabi biztos nézte. Tényleg, ez egyik, nem is tudom, nem az, hogy legjobb végigjátszás, nem azt mondom, hogy legjobb végigjátszás, hát AC-ban egyik legjobb végigjátszás, mivel az egy van. Rúgot is elkezdtem régen, emlékszem, nem felejtettem el, hát azért nem vagyok még azért demenciától szenvedett Jancsiba, de ugyebár a fizikális dolgok miatt ezt nem tudtam folytatni, de majd lesz rúgból is végigjátszás. A következő végigjátszásom, ami már körülbelül ma van szeptember 30, ma van szeptember 30, a következő végigjátszásom, ami már egyből október 1-én indul AC végigjátszás, az Assassin's Creed Origin, Assassin's Creed 2 lesz. Igen, az Ezio-s trilógiát elkezdjük. Annyit akarom mondani, hogy sokkal hamarabb beszeretném fejezni, mint a AC3-at, és teszek is arról, hogy hamarabb befejezzem.
nem fogunk ott minden mellékötést megcsinálni. Itt se csináltunk, de itt azért eléggé elhúzzuk a dolgokat. Eléggé hosszú játék ahhoz képest, de szerintem AC2 hosszabb lesz, szóval vigyázzat, vigyázzat. Na, ti hiányoztatok majd a végére, hogy nyert volna inkább anyátok is karót apátok pénisze helyett, de jó van. Várlak titeket AC2-n, és tudom, egy hónap múlva jön a AC Origins, és már AC2 nem kell, de azért én a Gaten Orbis bizottságban, a Gaten Orbis tagokban én bízok. És most megy el az utolsó angol hajó vissza Angliába, Nagy Britannia. Így van. Ezt is azért, ezt nem gondoltuk volna, mennyi ember halt meg emiatt, ugyebár a háborúban. Hét azt hittem bug, de nem, csak egy asszonyt vettek fel. Ez micsoda? Most komolyan még ide a... Jaj, de merészek! Jaj, Istenem! Mindjárt utána küldök egy nagy nőstény krokodilt, bazd meg. De merészek még ezek a brit mocskos kutyák. Ez mi? Nézd már ezt a bugot! Ez micsoda? Ott egy feka. Na, hát igen, most már úgy látom, van esély egyenlőség. Vagy mi, őket el akarják adni az egész családot? Hát akkor ennyit a nagy esély egyenlőségről. Amerika, hát igen, az, szerintem az volt, hogy hiába. Jó, Finn! Megkaptuk a Finn achievement pontot, na. Ebből éljen meg a családom 20 évig. Hiába lett független Amerika, attól még nem mindenkinek van meg ez a hogy is mondjam, ez a szabadsága. Így is, jól mondom. Attól még itt vannak a feketék, minden rabszolgák, szóval sajnos, hát ilyen világot éltünk még akkor, hogy... Na de mindegy, annak örüljünk, hogy most már ott van 13, vagy hány csillag van az amerikai zászló? Na mindegy, most már van zászló is, ez most már tényleg Amerika, most már nem izé, függetlenség kolónia, meg izé a új világ, Amerika, ez már tényleg ez amerikai malom, ez amerikai fa, ez amerikai asszony, ez amerikai szoknya van alatta, amerikai nuna van alatta, az amerikai ló, ez indián még mindig, ennek örüljünk. Amerika, megéltük, és köszönöm tényleg, hogy néztetek. Csináljunk még valamit így a végén, hm? Szerintem el csináljunk semmit, oké? Okay? Itt a vége. Ezt a ládát még felveszik, jó? Olyan aranyos vagyok, cukorborsó vagyok. Engem nem lehet kenni fel a falra, meg a izére, a cukiság portrére, akkor senki mást. Elmondtam a AC3-ra a véleményemet, írjátok le ti is, fejtsétek ki, hogy ti hogy vagytok ezzel a résszel, meg hogy vagytok azzal, hogy legyen AC2, mondjuk szerintem elkezdem, attól függetlenül, mire már felrakom, addigra már első részt felveszem a AC2-ből, de egyszer játszottam még AC2, de engem az nagyon megfogott az a játék, de tényleg, hogy nekem ez hogy maradt ki eddig, hogy én hogy nem játszottam ez a játékkal eddig, hogy akartam ennyire így kilógni, hogy nem akarok edziózni. Tényleg, az is 2009-es játék, az AC1-hez képest nagyon-nagyon-nagyon ilyen nagy, pornós, fekete, dákokkal nagyobb méretű újdonságot kínál az a játék. De most nem akarom azt mondani, hogy AC3-nál jobb, meg ilyesmi, mert ezt mondom, ez. Szappan. Na, ez nagyon jó, felvettünk szappan, mert ez is gyűrűt, mert ez független, ez mindenki eldönti saját magától, hogy most neki melyik a kedvenc AC-ja. Az biztos, hogy ezt a AC-t is sose felejtem, és ezt mindig így... kivéve a végét, az a sok várakozás, minden, én meg a Desmondos részeket, meg egy-kettő rész azért nem volt olyan jó. Például volt olyan rész, ami nem volt jó? Szerintem nem. Nem volt, miket beszélek. Nem volt olyan például egy olyan repetitív küldetésű játék, mint például AC4-ben, hogy ott mindig követni kellett valakit általában. Vagy hajóval követni valakit, vagy bemenni egy területre és ölj meg valakit. Szóval köszönöm Connor, köszönöm Hétem, köszönöm Achilles, köszönöm mindenkinek, köszönöm, még a köszönömnek is köszönöm, hogy itt lettem, köszönöm, sziasztok, sziasztok, sziasztok. Ennyi volt, véget ért az AC3 végjátszás.
Lájkoljátok a videót, hogyha úgy érzitek, hogy egy vérhű assassin vagytok, de templomosok vagytok, akkor nyugodtan diszlájkoljátok, és feliratkozzatok fel, hogyha esetleg semlegesek vagytok, és egész életetekben egy bérházban éltek, édesanyádokkal és egyszer csirkétekkel karöltve. Sziasztok, sziasztok, sziasztok! %70, csak még ma mutatom, hogy egy év alatt, hogy haladtunk, hogy növekedett a mi kis egyszem kis csárja növényzetünk ott alul. 27 órába tellett az egész. 27 óra, 70%, és még nagyon sok mellékvetés lenne hátra. Ezt tartom, ez egy Assassin's Creed. Tényleg azért azt nem lehet egyetlen egy átszélre sem mondani, hogy hát nincs sok benne tartalom. Az, hogy mennyire válik itt idő után vontatotta az egész, az más. De itt nem. Itt nem éreztem. Valahogy úgy tettem a dolgokat, hogy egyáltalán nem éreztem. A hajós részeknél éreztem, mikor a Nicholas Bidül kellett. Ott éreztem, hogy kicsit eléggé vontatott, de a hajós részek is. Azért, hogyha annyira nem nagyon táplálkozó belőle, akkor nagyon jók azok is. Köszönöm. Még egyszer. Sziasztok! És de Tyre Runny, vagy micsoda, vagy a King of Washington nem, DLC nem lesz.